Csodaszép estét kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket újra a Kultúrcsebben. Ahogyan már a múlt heti erdélyi csodákról szóló műsorunk végén már említettem, ez alkalommal újra egy igencsak fontos, illetve ismételten az erdélyi épített örökségekkel kapcsolatos kezdeményezésről lesz szó. Egész konkrétan a mai közel félórás műsorunkban a pontcsoport által elindított Kastély Erdélyben című kezdeményezés áll a középpontban, melynek apropóján többek közt az erdélyi kúriák jelenlegi helyzetéről és állapotáról, a projekt keretében tervezett átfogó stratégiai folyamatokról, illetve a további kreatív ötletekről és kezdeményezésekről is szót ejtünk. No de legyen is ennyi elég ízelítőnek, már is mutatjuk a részleteket a következő összefoglalóban. Az eredeti ötlet, hogy egyáltalán kastélyokkal foglalkozunk, ez 2009 magasságában indult, akkor, amikor a pontcsoport is létrejött. Kezdetben kisebb kezdeményezések, első szintű adatgyűjtés valósult meg, és ezt követően 2015 elejétől álltunk rá egy sokkal hangsúlyosabb fejlődő pályára, amikor már stratégiában gondolkodtunk, meg úgy gondoltuk, hogy képesek vagyunk már nagyobb és integráltabb szinten is eredményeket elérni, megfoglalkozni a kérdéskörrel. Abból a megközelítésből indultunk ki, hogy a kastély kérdéskörét talán másképp is lehet kezelni, mint ahogy addig láttuk, hogy történt. Nagyon sok esetben azt láttuk, hogy csak kizárólag a kulturális örökség szempontjából, csak ilyen nosztalgikus hangulatban van szó a kérdésről. Viszont azt láttuk, és ez volt az ötlet alapja is, hogy lehet, hogy a kastélyok témakörét másképp kellene megközelíteni, ugyanis amellett, hogy valóban nagyon jelentős kulturális értéket képviselnek, emellett lehet ezt a témát úgymond a mai trendekhez adaptálni, lehet ez egy érdekes téma, lehet érdekes fiataloknak is, eseményhelyszínek lehetnek funkcionális épületek, úgyhogy ez volt a megközelítés. És ezt követően, ami ugye az elmúlt másfél évben, most már két évben történt, az arra vonatkozott, hogy megpróbáljunk egy kerettörténetet kialakítani, ami egyrészt egy stratégiát is jelent, hogy mi hogy látjuk, hogy ezzel hosszú távon hogy lehetne foglalkozni. És ebből deriválva igazából gyakorlati szinten is elkezdtünk tulajdonosokból, szakértőkből álló hálózatot működtetni, illetve ugye, ami szintén egy újítás volt, online shopot indítottunk el, aminek az a célja, hogy fenntarthatóságot biztosítson ennek a programnak hosszú távon is. Még akkor is, amikor 2015-ben nagyobb lendületet kapott ez a projekt, még akkor is úgy láttuk, hogy akkora teendő mennyiség várna egy ilyen szervezetre, hogy ez talán meghaladja az erőinket, és nagyon keveset fogunk tudni megvalósítani. Ehhez képest nagyon felgyorsultak a dolgok. Másfél év alatt sikerült ezt a hálózatot annyira megerősíteni, hogy egyrészt a stratégiát konkrétumok szintjére is tudtuk vinni, másrészt szinte heti rendszerességgel születnek új projektötletek, amik mind-mind megvalósításra várnak, és csak a bevonandó források azok, amik korlátozni tudnak ezek megvalósításában. A Kastély Erdélyben program célja tehát, hogy szélesebb körben is megismertesse a térségben található kúriák, udvarházak és kastélyok gazdasági, társadalmi, illetve turisztikai szerepét, valamint segítse ezek kulturális értékeinek megőrzését és erősítse a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásukat. Ezt igazolandó a pontcsoport már eddig is számos konkrét lépést és stratégiát eszközölt. Most dolgozunk, véglegesítettük az első szintű koalíció kialakítását, mintegy 30 ilyen épületről beszélünk, a területileg elég nagy a szórásuk. Az együttműködés tárgya első szinten főképpen az, hogy abban segítsük őket, hogy felmérjük a pontos helyzetüket, nem feltétlenül csak fizikai állapot, hanem egyáltalán hogyan megközelíthetők, milyen más turisztikailag vonzó elemek vannak a környéken, képes-e elszállásolni vagy rendezvényeket vendégül látni, illetve hogy milyen elszállásolás van a környéken. És ez olyan irányba mutat, hogy szeretnénk hálózati szinten is kisebb-nagyobb projekteket elindítani. Ezzel kapcsolatosan már adtunk is le pályázatot az Országos Kulturális Alaphoz, várjuk ezeket az eredményeket. A lényeg az, hogy szeretnénk egy kisebb csoporttal, tehát hogy ezért kezdtük egy 30-as szinttel, egy olyan fajta laza együttműködési hálózatot elindítani, amiben attól a tulajdonos ő maga fogja működtetni a kastélyt, de amiben mi szakértői és egyéb típusú segítséggel azt tudjuk elérni, hogy nagyobb ismertséget, nagyobb láthatóságot kapjanak,
és ezáltal pedig hálózati szinten elkezdjük működtetni több projektet is. Szerettünk volna olyan kastélyokkal együtt dolgozni, ahol valamilyen formában már van egy elképzelés, vagy van egy tiszta tulajdonosi forma, amivel már lehet dolgozni. Összegyűjthettünk volna ennél sokkal nagyobb számú kastélyt, viszont abban az esetben, ahol még akár per alatt áll az épület, vagy a tulajdonosok nem tudják, hogy mit szeretnének kezdeni vele, ez akadályozta volna azt, hogy a koalíciót egy ilyen cselekvési szintre vigyük át. Úgyhogy az első számú kritérium az volt, hogy olyan kastélytulajdonosokkal dolgozzunk együtt, akik ebben látnak fantáziát, elkezdtek a kastélyukkal foglalkozni, van egy tervük arra, hogy mit kezdjenek vele. Az említett koalícióban résztvevő kastélytulajdonosok közt egyébként több háromszéki, illetve erdővidéki példát is megemlíthetünk, hiszen itt az utóbbi időben szinte ugrásszerűen élettek újjá a régebben üresen álló épületek. Egyik legjobb példának számít a 17. század elején épített olasz teleki Daniel kastély helyzete, amely napjainkban igencsak impozáns kastélyszállóként működik. Itt jelen pillanatban 8 szoba és egy vendéglő működik, illetve egy borpince, és azt kell tudni, hogy hát minden szoba más, minden szobát nem csak hogy felújítottunk, hanem úgy gondolom, hogy eléggé különlegesen, igényesen azt lehet mondani, hogy minden szobában próbáltunk bevinni egy úgymond egy ilyen wow effektet, hogy a vendég, amikor belép, akkor azt mondja, hogy wow. Úgyhogy minden, és mellé tettünk egy kis történelmet is, tehát van egy kis sztori, amiben elmondjuk azt, hogy valójában mi is történt ezelőtt néhány száz évvel abban a szobában. Így vannak a szobáknak a neve is megadva. Ezek közül a legfontosabb az a Konstantinápoly szoba. Arról azt kell tudni, a sztori az, hogy ebben 17. századi falképeket sikerült találjunk, azokat restauráltuk, ez egy nagyon-nagyon bonyodalmas és hosszadalmas és nehéz munka, de úgy gondoljuk megéri, és a falkép, ami alatt a kedves vendég pihenhet vagy eltöltheti az idejét, az arról szól, amikor a Daniel család, mind a Bethlen Gábor udvarhelyszéki képviselete eljárt Konstantinápolyba befizetni a szultánnak az adót, ezáltal is hozzájárultak ahhoz, hogy Erdély autonóm legyen abban az időben a török elnyomás elől. És ez egy büszkeség volt a Danielek számára. Úgy is szoktuk mondani, hogy ez az, amiben mi mások vagyunk, egy 5-csillagos vagy 4-csillagos szállodát, hogy mindenütt megvan a komfort, viszont nem mindenütt vannak falképek, nem mindenütt vannak történelmi elemek, nem minden épület 400 éves történelemmel bír, és hogyha ezt a versenyelőnyünket vagy külön differenciálás pontunkat meg szeretnénk mutatni, akkor pont ezt kell tenni véleményem szerint, hogy a történelmi szempontokat megmutatni, kitenni a falra, az a falképek, amit néztél az előbb mutattál, azok valójában olyan falképrekonstrukciók, amiben egy picit még hozzárajzoltak a művészek, az alkotók, azért, hogy még jobban érthető legyen. Ugyanis a falon nem szabad azt, ami nem egyértelmű, azt nem szabad rajzolgatni. Erre szigorú műemlékvédelmi szabályok vannak, amiket betartottunk, és hogy a falkép még jobban érthető legyen, voltak alkotók, akik próbálták egy picit kiegészíteni, és szöveges magyarázatot is adni az mellé, hogy mi történt akkor, azokon a falképeken mit szerettek volna bemutatni. Én úgy gondolom, hogy a pontcsoporttal mindenben nagyon jól együttműködünk, és amit ők kitalálnak, azt mi próbáljuk tovább segíteni, tovább vinni. Ez beletartozik abba a vonalban, ami nem teljesen a kastélyszálló bizniszről szól, hanem maga a műemlékvédelemről és a műemlékkel kapcsolatos igyekezeteinkről. Ebben van az is benne, hogy nem csak kastélyszálló, hanem kulturális eseményeknek is adunk helyet, illetve bármilyen olyan eseménynek, amivel támogatni tudjuk a székelyföldi erdélyi kultúrát. Itt vannak jazzkoncertek, mindig itt van az éves, az erdővidéki régi zenefesztivál,
Vannak kortárs művészeti alkotótáborok, aminek ugyancsak látszik a falakon a nyoma, tehát nem csak a 17. század, hanem az elmúlt néhány év kortárs művészete is megtalálható a falakon. És hát visszatérve a kérdésre, igen, tehát mi azt látjuk, hogy a kastélyok és az úgymond ilyen régi épületek felújítás és azoknak a turizmusba való értékesítés az egy valós lehetőség. Azt mi és még egy pár hasonló hely nem merítünk ki, és úgy gondoljuk, hogy érdemes egymás közt is promoválni, illetve érdemes egy nemzetközi promóciót is építeni. Igazából, ami a Kastély Erdélyben koalíció, a mi értelmezésünkben, a Kálnoki Alapítvány értelmezésében szól, az egy nagyon izgalmas hálózatnak a kialakítása, ahol azok a szervezetek, illetve kastély, kúria tulajdonos, illetve működtetők összegyűlnek, és elkezdenek beszélni egy olyan örökségről, egy olyan épített örökségről, ami van Erdélyben, amiről eddig az elmúlt 25 évben nem volt szisztematikusan beszélve. Nyilvánvaló, hogy ezeknek az épületeknek úgy a fizikai állaga, illetve kihasználtsága lényegesen különbözik. Van, ahol sikerült pályázni a felújítás, valahol önrész alapján, valahol visszasikerült tulajdonosoknak ezeket az épületeket szerezni, de megmutatja a 21. századi olvasatban ezeket az épületeket. Mert igazából itt újraértelmeződnek a dolgok, tehát ugyanúgy, ahogy itt is az élő kastély az arról szól, hogy nem vitrinek és üveg mögé bezárva vannak a dolgok, hanem meg lehet tapogatni, meg lehet nézni, nyilvánvalóan múzeumról van szó, nem úgy van, mint egy otthoni lakásban, és megmutatni azt a fajta örökségét az erdélyi társadalomnak, illetve az arisztokráciának azt a fajta nyomát, amit hagytak a történelemben az elmúlt több száz esztendőben. A koalíció és a Kastély Erdélyben projekt valamilyen módon ráérzett erre hiányra, ami ezekkel az épületekkel és az egész világlátással kapcsolatos. Én úgy gondolom, hogyha az idén vagy egy rövid időn belül lesz nagyon sok információ, ami központosítva ezen a koalíción keresztül kijut a közmédiába, illetve a nagy közönség elé, az már egy nagy siker, mert hogyha kialakul például egy nagyon izgalmas kastélylátogathatási túra, ami kezdődik Háromszéken és befejeződik Erdélynek az északi részében vagy a nyugati részében, akkor bárki fel tud építeni gyerekeknek, iskoláknak egy ilyen tanösvényszerű nyaralást, illetve látogatást. Az a másik dolog, hogyha csak olyan formában látjuk ezeket az ingatlanokat, épületeket, és nem viszünk bele lelket, életet, akkor gyakorlatilag pár műemléket fogunk látni, annélkül, hogy ott lenne élettevékenység. Képzeljék el, élnek egy településen, több mint 30-40-50 évet, 100 évet majdnem, annak az épületnek teljesen más volt a rendeltetése, TS-től elkezdve gombatenyészdéig minden volt egy ilyen épületben, és akkor egy projekt után ez rendbe kerül, és megnyitja a kapuját, és gyakorlatilag az a tér, ahol ezek a kastélyok vagy kúriák vannak, visszakerül a közösségnek az életterébe és az egész világlátásába. Tehát, hogy ezeknek az üzeneteknek a lekommunikálása, hogy ezt a koalíció, hogyha meg tudja következetesen csinálni, akkor már úgy gondolom, hogy csak ezért már megértem volna, hogyha ez a koalíció létrejött és megtörtént. És egy másik fontos dolog, hogy egy szinte semleges kontextusban ad lehetőséget arra, hogy ezek a kastélytulajdonosok, adminisztrátorok és szervezetek képviselői megismerjék egymást, és tudjanak közösen is dolgokat kitalálni ezeknek az ingatlanoknak a használt illetően. Tehát, hogy kettős, hogy megtörténik az a fajta megmutatása a közösségnek, hogy igenis ezek újra látogathatók, illetve új tartalommal telítődnek fel ezek az ingatlanok, ami nyilvánvaló az életünknek vagy a történelmünknek egy része. Szabó István projektmenedzser szavait a május elején újra megnyitott miklósvári Kálnoki kastély népszerűsége is igazolja, hiszen ez a jelenleg múzeumként működő épület már most rengeteg érdeklődőt vonzott. A kevesebb, mint egy hónap alatt körülbelül 300-400 érdeklődő kereste fel az erdővidéki kúriát. Ugye Romániában több múzeum is működik, és általában az erdélyi paraszti életet próbálják felidézni. Mi pedig szerettünk volna egy másfajta megközelítésben megmutatni az erdélyi életet. Azért is az a neve a múzeumunknak, hogy a Erdélyi Élet Múzeuma. Hogy éltek a nemes emberek, mivel hogy ugye Erdélyben, főleg Háromszéken a 19. században nagyon sok kis nemes család élt, nagyon sok kuria volt, kastély működött.
ezért szeretnénk megmutatni azt, hogy hogyan éltek ők, milyen tárgyaik voltak, milyen szobaberendezéseik voltak, hogy néztek ki a szalonjaik, a hálószobáik, és örömmel tölt el az, hogy nem csak külföldről is, más városokból látogatnak meg minket, de még akár egy miklósvári személy is bejön és megnézi azt a kastélyt, aminek igazából egész életében és szinte minden napjában részese lehet. Tehát most is volt a Múzeumok Éjszakája rendezői sorozaton belül megrendezett esténk, és több mint 100 ember vett részt rajta. Az olaszteleki Cignini reneszánsz régi zene és táncegyüttes előadását is megtekinthették az ide látogatók, illetve minden órában körbevezetés volt, és mondhatom azt, hogy 30-40 ember is eljött a faluból, hogy ezen részt vegyen ezen a rendezvényünkön. Ahogyan tehát a miklósvári, illetve az olaszteleki kúriák esete is bizonyítja, manapság igencsak nagy potenciál rejtőzik az erdélyi kastélyok gazdasági, kulturális és turisztikai fellendítésében. Többek közt ehhez igazodva születtek meg a Kastély Erdélyben program azon kezdeményezései is, amelyek az említett két példához hasonló fejlődési lehetőséget biztosítanak más háromszéki udvarházaknak, így például az alsórákosi Sükösdbetlen kúriának, illetve a vargyasi Daniel kastélynak is. A háromszéken az jellemző, hogy főleg kisebb épületek vannak. Ugye továbbra sincs pontos adat, a Kovászna megyei tanács által kiadott kúriák fölgye könyve szerint 162 ilyen kastély és kúria van háromszéken, illetve Kovászna megyében ugyanis Erdővidék is hozzátartozik. Tehát ott nagyobb a koncentráció, és emiatt náluk ez egy specifikus turisztikai vonzalom is lehet. És mivel kisebbek az épületek, ezért egy fenntartható megoldás könnyebben összehozható, mert kevesebb tőkére van szükség, akár magánbefektetés, akár pályázati úton. Szerintünk nagyon sok benne a perspektíva, és én személyesen nagyon remélem azt, hogy az erdélyi turizmus tekintetében a kastélyok és a kúriák egy alapvető vonzó tényező lesznek, tehát ez lesz az egyik hívószó, ami szerintünk a természeti környezettel ötvözve tényleg egy nagyon jó turisztikai potenciált jelent, és ebből származva pedig ez a térség fejlődéséhez fog szervesen hozzájárulni. A stratégiai folyamat végeként kiegészítő támogatásokból sikerült olyan programokat megvalósítani, igazából projekteket, ami a stratégiát konkrétabb szintekre emelte. Például a vargyasi és alsórákosi kastélyoknak készül szakértők bevonásával üzleti terv, amit ezek a kastélyok a későbbiekben akár pályázati források, akár magántőke bevonásához használni tudnak, és egy fejlesztési modellként működhetnek. A projekt sikerességének az egyik mutatója véleményünk szerint a kapcsolódási pontok száma. Sikerült a szakértők, a döntéshozók, a fiatalok és nagyon tágon véve a kastélyok körül alakuló támogató, akár Facebookos vagy rendezvényeinken résztvevők kell kialakítani már egy olyan fórumot, amire úgy gondolom, hogy hosszú távon nagyon sok mindent lehet építeni. Tulajdonképpen elsősorban Erdővidék legimpozánsabb épületéről van szó. Több időben, illetve több építészeti stílusban épült a kastély. Itt megtalálható a reneszánsz, a barokk, a klasszicista, az új, a neoreneszánsz stílus ötvözve. És érdekes, hogy mindamellett, hogy több időben, több építészeti stílusban épült a Vargyasi Daniel kastély, mint épület együttes összhangban van. Három főbb részből áll ugye itt az épület együttes, a főépület a kastély, és két melléképület van. Hát az egyik az Istálló út a Bárék idejében, a másik a Magtár. Hát a turista csalogató az maga természetesen a kastély, illetve a környezete, ami nagyon fontos, ugye itt található egy dendrológiai kártpark, ami hát ritka faj és cserjefajtákat jelent. Sajnos ez is hát úgymond megsínlette ugye a kommunista évtizedeket, viszont azért egy pár érdekes fafajta maradt, úgy mint
a juhallevelű platán, a japán akác, a szomorúkőr is, ugye ezek mind ritka fafajták, és talán a legérdekesebb, legegyedibb a vérbükk. Hát az ő sötét vöröses levelével ugye kitűnik teljesen a kárt többi faj lombjai közül. Ugye a turista betekintést nyer a belső részébe is ugye a kastélynak, amint mondtam, a főbejárat, a reneszánsz rész az látogatható, ott 3-4 helység az, amit meg lehet nézni, a társalgó, az ebédlő és a vadászterem, ugye az, ami ugye a bárói idejébeli funkciókat biztosította akkor. Sajnos az eredeti berendezésből abból nem maradt meg semmi, viszont különösen az ebédlőben ott eredeti parketta van, hát ilyen kazettás díszítésű, és megmaradt egy csempekája 20. század elejéről, ugye ott a családnak a címerével, a Kettős Daniel Pekri címerrel, és hát azért mégiscsak a vadászteremben maradt egy kis rész az eredeti berendezésből, a beépített titkos fali szekrény, ugye, ami Ház Rezsőnek a munkája, és 1984-ben, ugye, amikor a kastélyt újították fel, akkor még ifjú Sütő Béla restaurálta ezt az érdekes fali szekrényt, ugye titkos fali szekrényt. Azt köztudott, hogy Vargyas erdővidéknek a legnagyobb turisztikai potenciállal rendelkező települése, ahol a turisták azok szerintem a legtöbbet kapják, és itt az lenne a lényeg, hogy ne csak, hogy ide bejön a turista, és akkor maximum egy vagy két órát eltöltsön, hanem pár napot, legalább egy hetet, és akkor erre ilyen programok szervezésével, akár ilyen erdővidék ide, Székelyföld bejárásába is, ugye ez nagyon fontos lenne, bázisként tudna működni erdővidék, de akár Székelyföld megismerésébe a turisták szempontjából. Szerintem kell ez az idegenforgalom, de elsősorban ugye a vargyasiak szempontjából, ami legfontosabb, ugye munkahelyek jönnének létre, és a másik fontos szempont, hogy azért itt a vargyasiak által megtermelt alapanyagok értékesítése is azért beindulna, hogyha szálláshelyek alakulnának ki, akkor nyilván ugye itt egy étkeztető konyha kiszolgálást is lehetne biztosítani. A Vargyasi Daniel kastély esetében tehát számos dolog érdekes lehet egy külföldi vagy éppen hazai turistának, ezen potenciálokat pedig a Kastély Erdélyben programban összeállított fejlesztési modell szem előtt is tartja. Hasonló a helyzet az alsórákosi Sükösd-Bethlen kúria esetében is, s bár itt egyelőre még egy romosabb épületről van szó, a lehetőségek tárháza itt is végtelen. Fontos hangsúly ugyanakkor, hogy nem a Kastély Erdélyben koalíció az egyetlen olyan kezdeményezés, amellyel a pontcsoport az erdélyi kúriákra irányítja a figyelmet. Az elmúlt évek során ugyanis több hasonlóan kreatív megmozdulásnak és kezdeményezésnek is a tanúi lehettünk. Jó példa erre a közelmúltban elindított webshop ötlete is, melynek keretében erdélyi művészek és dizájnerek a hazai kastélyok által inspirált egyedi tervezésű termékeket hoztak létre. Amikor a művészeket felkértük arra, hogy termékeket gondoljanak ki a Kastély Erdélyben alapszámára, akkor a kastélyok mint inspirációforrás jelentek meg számukra. A művészeknek teljes szabadságuk volt arra nézve, hogy mi az az elem, ami megfogja őket, amikor elkezdenek dolgozni. És nagyon-nagyon pozitívan reagálva a művészek elkezdték magukévá tenni a témát, és átértelmezni, megfogni azt, hogy mi az, ami számukra a legfontosabb. És ilyen szempontból nagyon széles skálán mozgott ez a történet. Volt olyan művész, akit a kastélykertek ihlettek meg, Keszeg Ágnes illusztrációi, a kastélykerteket próbálja az alkotó szemén keresztül átértelmezni és megjeleníteni ezt illusztrációk formájában. Alexandra Konstantinescu kerámiái
például az erdélyi természeti szépségeket próbálják egy zöld cseppben kivonatolni. Georgiana Csicseo abból a hagyományból indult ki, hogy amikor valahova elutazunk, magunkkal viszünk egy követ, és ezt az ezüsttel ötvözve hozta létre az átértelmezett kastély motivumú ékszereit. Csillag István illusztrátor 10 kastélyról készített illusztrációt, illetve Esztány István kiegészítőket tervezett a Kastély Erdélyben bolt számára, táskákat, laptoptartót, telefontartót. Őt például a kastélyok tetőszerkezete ihlette meg. Jelen pillanatban 6 erdélyi művész kollekcióját lehet megvásárolni a boltban, és terveink szerint folyamatosan bővítjük a boltban megvásárolható termékek és kollekciók számát. Idén mindenképp tervezünk még 5 újabb kollekciót bevonni, ugyanakkor nem feltétlenül csak kollekcióban gondolkodni, hanem egyéb termékekben is. Ilyen szempontból várjuk is a helyi képzőművészektől és művészektől a megkereséseket is, ugyanis a bolt is önmagában kettős célt szolgál. A kastély projekten kívül azt is szeretnénk elérni, hogy egy olyan felület legyen, amelyen erdélyi művészek alkotásait népszerűsítjük, és közelebb visszük a vásárlókhoz is őket. Ma este tehát az erdélyi kastélyokról és kúriákról, illetve a pontcsoport által indított Kastély Erdélyben című projektről volt szó. Úgy hiszem, hogy az elmúlt közel fél órás összefoglaló is bizton alátámasztja, hogy egy valóban fontos kezdeményezésnek, illetve megvalósításnak lehetünk tanúi. Mindenképp öröm látni, hogy az erdélyi kastély tulajdonosok és adminisztrátorok, illetve a pontcsoport hozzáértő munkatársai fontosnak tartják életre kelteni, és élettel megtölteni ezeket a térségünkben található csodálatos épületeket. Bízunk abban, hogy a közeljövőben további hasonló pozitív példákról ejthetünk majd szót, így legyen. Na és akkor, hölgyeim és uraim, ezzel a mai műsor végéhez is érkeztünk. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva, június 1-én átvesszük a gyereknap hangulatát, persze kultúrcseppesen, úgyhogy számítunk önökre akkor is, tartsanak velünk, ha idejük engedi. Addig is csupa szépeket. A viszontlátásra!